Dani, mire számíthat az, aki ma Kanizsára látogat? Köszöntöm a nézőket, szervusz Krisztina! 50 éves hagyományra tekint vissza a Magyar Szó lapkiadó Kft. Szépségkirálynő választása, ugyanis az első strandszépét még 1969-ben rendezték meg. Mellettem van Tausán Edit, aki a Magyar Szó szépségkirálynő választásának első győztese volt. Jó napot! Ön szerint miben változott a szépség fogalma azóta? A szépség fogalma szerintem nem változott. Minden embernek megvan a saját ízlése, és a saját tekintetéből, hogy mi a szép, és mi a jó. Az idén 16 lány fog végigvonulni a kifutón. Először bikiniben, majd népviseletben, később pedig estélyi ruhában lépnek színpadra. A felkészülés már egy héttel korábban megkezdődött. Varjú Mártát, a Magyar Szó főszerkesztőjét arról kérdezném, hogy milyen előkészületei vannak egy ilyen jellegű rendezvénynek. Bizony ez a rendezvény nagy előkészülettel jár. Mi januárban ültünk le először a polgármesterrel és csapatával, hogy egyeztessünk arról, hogy mi mindent fogunk tenni. Tettük ezt azért, mert tavaly elmentem Budapestre a Magyarok Világszépe versenyére, és láttam, hogy csinálják ezt a nagyok. És mivel ígéretet kaptunk, hogy nálunk a hölgyek, akik legjobban szerepelnek a versenyen, tovább jutnak, az 50 éves évforduló alkalmával ezzel jutalmazzuk meg őket, hogy Budapesten részt vesznek a Magyarok Világszépe versenyén, ezért mi is igyekeztünk színvonalas szórakozást nyújtani itt ma este a nézőknek. Az idei rendezvény sztár vendége a Szomszédnéni Produkciós Iroda, vagyis a Budapesti Duma Színház humortársulata. Az egész estet betöltő programban fellépnek még a magyar kanizsaiak is egy zenés-táncos összeállítással. Ezt követi majd az eredményhirdetés, amiről a holnap esti híradónkban számolunk be. Stúdió.